Az őszi esős időjárás ellenére is sokan látogattak ki a szabadkai piacokra vasárnap délelőtt. A vásárlók elsősorban a savanyúságnak való alapanyagokat keresték, mivel javában tart a téli finomságok elrakásának ideje. Legkelendőbb volt a káposzta, paprika, karfiol és az uborka. Tursialevet főztem, még csináltam mézzel is, ugye megfőzi az ember a vizet, és akkor bele mézet, sót, ecetet, és akkor abban megforgatni, úgyhogy régen nagyon sokat csináltam. A friss káposzta szezonja a héten kezdődött, jelenlegi piaci ára 40-től 60 dinárig terjed. Szalma Rozália is a piacon vásárolt káposztát. Káposztát így savanyítom, és teszek bele sót, babéllevelet, kis keménmagot, borsot, sót. Ez az egész. Úgyhogy nagyon szépen megsavanyodik magát, és mindig tisztán tartja az ember, hogy és az nem romlik el. Még csak van, létezhetetlen. Én így szoktam eltenni. Paprikát máskor tettem, de most más. A karfiol ára 150 és 200 dinár között mozog. Az uborka kilónkénti ára 200 és 250 dinár. A paprikák fajtájuktól függően 180 és 260 dinárért kapható a piacon. Lehet találni még piros paprikát, de annak már lemenőbe van. Egy hétnek ezelőtte másfél, akkor volt úgy sok a piacon. Most már én 200 dinár, 150-200 dinárig megy kilóra, még több is 220 dinár kilója piros paprikának. Horváth Szilvia hajdújárási termelő szerint a fagyok beköszöntével nehezen lehet majd friss termést találni a piacokon. Ezért aki teheti, még a héten vásárolja meg a savanyúságnak valót. Természetesen a paprikák első helyen szerepelnek, amit mondanom kell, hogy elmenőben vannak, hiszen már jósolják az egyfokos reggelt, ami azt jelenti, hogy az már nekünk a fagy közeli hőmérséklet. Olyankor sajnos megtörténhet, hogy bekövetkezik a fagyás, tehát többé már nem tudunk termést szüretelni. És akkor csak az marad meg, amit már leszületeltünk, és ugye dobozban tároljuk őket. Ezért mindenkinek azt ajánlom, hogyha szeretne még valamit eltenni, akkor ezekben a napokban tegye meg, vagy a következő hétvégéig. Szezonja végéhez ért az édes kukorica, azonban nagyon sokan még mindig keresik a piacokon. Elvétve lehet még találni, ára csövenként 30-tól 50 dinár.